Köszöntünk benneteket, ez itt a Smaragdút. Nem, a Restart Extra. Marci van. Sziasztok. Csak a háttér, itt van mögöttünk. Most már nincs, jó van. Azt hittem, hogy erről kell beszélünk, ilyen spirituális dolgok, hogy milyen spirituális élmények. Én látom a karmádat, Marci. Nem, a karmodat. Ja, a karmomat. A karmodat, igen. Na, szóval Restart Extra kivételesen szerda van? Szerda van, úgyhogy szerdán. Csak azért van így egyébként, hogy össze legyen zavarva. Úgyhogy összefoglaljuk a fél hét eseményeit. Még nincs fél hét, még csak 5 óra van. Így van. Na, természetesen azért komolyra veszik a figurát, vannak elérhetőségeink, számítástechnikával, IT-vel, mobil telekommunikációval és a szokásos dolgokról fogunk beszélgetni Marcival. És Wendyvel. Így van. És Wendyt lájkolhatjátok, vagy hüvelykujjaszthatjátok a facebook.com/wendyfix oldalon, engem pedig a facebook.com/fixmarci oldalon tudtok követni, illetve lájkolni. Képzeld el, mivel szembesültem, most jöttem idefele, és leadtam a UPC-nél egy digitális egységet, egy set-top boxot. Mert jó az analóg? Nem, a médiakártyára váltott a család, és még nem találkoztam ilyen nem, mert korábban, amikor a többi ilyen szolgáltatónál volt, hogy intézés személyesen, sokszor az hogyha utólag reklamáltál, azt hittem, hogy személyesen történt, nincs hangfelvétel, nem tudom mit tenni, és egy két irányú mikrofon van kirakva a hozzád az ügyintéző, és eléd az előbb említett szolgáltatónál. Mint a börtönben a beszélő vagy? Nem, csak egy mikrofon van, tehát nincs elválasztva, csak egy mikrofon, egy ilyen mikrofon van. És megnyomja a Let's Play gombot egyszerre. Igen, Let's Play gombot egyszerre, nem, és kedvesen fel, hogy a beszélgetést rögzíti. De ez egyébként jó, mert így legalább, ez szerintem ez egy pozitív fejlesztés. Lehallgatnak minket már megint. Hát de nem kell most már a UPC is. Hát de ez nem ez a szóbeli szerződés, és gyakorlatilag mindent rögzítenek, hogy mi hangzott el, mert nekem több olyan eset volt még, ahogy hívják nál, hoppá, ping! Elnyitott, köszi, hogy azért nem tudták a reklamációt elfogadni, hogy az ügyintéző nem tudják, hogy mit mondott, mert hogy vagy nem volt fölvéve. És ezért most találkoztam. Hát ez kontrollálja gyakorlatilag akkor a dolgokat az ügyintéző részéről is, mert ugye néha el kell, hogy ismerjük, hogy azért jó néhány szolgáltatónál, mondjuk egy telefonos ügyfélszolgáltatón, de még a személyesen is néha akkora baromságokat tudnak mondani. Vagy dezinformációt, vagy félreinformációt, vagy más hangzik el szóba, aztán más rögzít akár egy véletlen rendszerhibából az ügyintéző, és ilyenkor ezt vissza lehet követni. Szóval ez egy pozitív történet, csak én most találkoztam ezzel, mert nem jártam még ennek a szolgáltatónk a személyes ügyfélszolgáltatán. Érdekes, a több is bevezethetné valamilyen formába. Na, úgyhogy... Let's play gombat, igen. Hát gondolom úgy kell felvenni, nem? Régen úgy kellett a kazettás magnóval rögzíteni. No, Marcit is eléritek a facebook.com/fixmarci címen, lehet oda is írni a kérdéseket, hozzászólásokat, illetve hát a Televízió Globális Facebook oldalára is várjuk a hozzászólásokat. facebook.com/fixhd, persze a telefonszámunk és a Skype-unk is él, már nézem is a Skype-ot azonnali hatállyal, úgyhogy tessék azon is hívni bennünket, tv.fixhd, jelöljetek, és ha jóvá hagytuk, akkor lehet csörögni ott is. Szóval nem tudom, de beszéltél a... Nem volt rá már idő, úgyhogy ezt hozzuk is elő, igen, ezt a témát. Még két évvel ezelőtt emlékszem, amikor arról beszélgettünk itt az Extrában, hogy Facebook bevezett ugye az e-mail küldést, próbált az e-mail piacra betörni. Micsoda újdonság. Hogy kukac.facebook.com-os e-mail címeket adtak mindenkinek, és az volt ott a csavar a történetben, hogy amikor ott megadtál bármilyen más e-mail címet, beállították mindenkinek autó elsődlegesnek. Igen. A facebook.com-osat, és ha küldtél erre egy e-mailt, akkor az üzeneteknél jelent meg. Na most a hét elején értesítette a felhasználóit a Facebook, hogy több mint két év után megszüneti az oldalán a kukac.facebook.com-ra végződő levelezési címekre küldött e-mailek integrálását belső levelező vagy üzenetküldő rendszerében. A közösségi oldal a szolgáltatás leállítása nemes egyszerűséggel az indokolja, hogy azt gyakorlatilag senki sem használta a látogatói közül. A Facebook még 2010 végén jelentette be, ugye, hogy minden felhasználó ezt megkapja, és össze ragasztásból keletkezett ilyen postafiókot hoztak létre mindenkinek, és megjelent automatikusan, ahogy mondtam. Tehát a user, a bejelentkezési név kukac.facebook.com, gondolom az volt. Igen. Na most az annál érdekes, akit mondjuk úgy hívnak, hogy Attila, és mondjuk 68 féle Attila, és akkor Attila 68 kukac, facebook.com. Igen. De hát gyönyörű ez megszűnt gyakorlatilag. Úgyhogy a változás nem jelent, hogy a facebook.com-ra végződő e-mail címek megszűnését, hanem azok továbbra is megmaradnak. Ugyanakkor az ezekre küldött e-mailek mostanában nem a Facebook üzenetek közé kerülnek be, hanem egyszerűen továbbításra kerülnek a felhasználó által az adatlapján megadott elsődleges értesítési címre.
De miért jelenleg nem úgy működött, hogyha arra küldnek egy e-mailt, akkor az üzenetek között megjelent a Facebookon. Ez egy zseniális ötlet volt, nem? Tehát tudtál e-mailt küldeni a Facebookra gyakorlatilag. Hát de mindenkinek van e-mail cím, különben nem tudsz regisztrálni. Mindenek még egy jó, e-mail de ez cím, nem e-mail és senki cím, hanem egy... és senki nem használta. Tehát nem kell belépned a Facebookra ahhoz, hogy küldj valakinek üzenetet. Erre volt ez jó. Most meg akkor ez nem lesz? Nem. Érdekes. Szerintem túl jó, terhel, nem valami ilyesmi. Nem, senki nem használta, jó, hogy megszűnt, ez felesleges. Hát ugyanúgy, ahogy amit tudom én, megvették, hogy a csomó dolgot megvásárolnak, itt a e-mail piacra is be akartak törni, hogy az e-mail és az üzenetek közé hozzák át, de szerintem maga a Messengernek, a mobilos Facebook elterjedése, vagy magának a Facebook Messengernek a fejlesztése egyszerűen feleslegessé tette ezt a funkciót, vagy tovább, vagy pedig olyan, és ennek ellenére, hogy létezett, és ugye az ilyen rendelkezések kellett állni annak a hardware háttérrendszernek, ami hogyha mondjuk mindenki elkezdi használni, vagy legalább a felhasználók fel, akkor működjön. Gondolom ez a nemes egyszerűség, egy egyszerű továbbítás másolat nélkül, ez sokkal kevesebb tőled emész fel, mert hát a kutya nem használta. Ha van olyan, aki ezt használta aktívan, ezt az e-mailzési formát, ezt telefonon be is mondja, hogy nem, miért. Nem ez a baj, nem az e-mail részével van a bajom, mert ugye azt tudjuk, hogy az azonnali üzenetküldő szolgáltatások, ezek sokkal elterjedtebbek manapság, mint az e-mailek. Bár e-mail spam hegyek mennek még mindig, ugye több százmillió e-mail megy át az interneten gyakorlatilag még napi szinten most is, de az azonnali üzenetküldő szolgáltatások által használt üzenetküldés, az azért ennél jóval nagyobb számot tesz ki. Mondom, nekem a gateway, tehát az átjárhatóság része az, ami érdekesebben, tehát hogy tudsz egy e-mailt, tehát nem vagy e-mail postafiókodban, de nem vagy feljelentkezve a Facebookra, akkor tudsz egy üzenetet küldeni e-mailben annak, aki esetleg be van jelentkezve, és ott kapja meg. Senki az elmúlt két évben senki nem használta. Értem. Az jut eszembe erről, hogy régen egy tizen pár évvel ezelőtt, ugye lehetett néhány, még most is lehet, csak már fizetős, régen ingyenes volt, mobilra lehetett SMS-t küldeni, úgyhogy igazából egy e-mailt küldtél. Ugye, hogy telefonszám kukac, mit tudom én, sms.szolgáltató.hu, és akkor gyakorlatilag küldtél egy SMS-t az illetőnek. És ezt is nagyon sokan használták annak idején manapság. Ugyanez azt hiszem, hogy működik, csak fizetős, tehát ugyanúgy fizetni kell a kapott SMS-ekért is, tehát ha valaki így kap SMS-t, akkor talán azért kell fizetni, hát, nem tudom valahogy, hogy ez hogy megy, de mondom, tehát jó, hát ha nem használták, nem használták. Végül is egyet kevesebb probléma, amivel foglalkozni kell. Én is hoztam egy érdekes hírt. A következő a helyzet, ugye azt már megbeszéltük, hogy iOS operációs rendszert Apple-ösöknek mindenképpen tessék frissíteni a legújabbra, mert hogy nagyon sok probléma van az előzőekkel. Például jelszavak, banki kódok és privát üzenetek is lophatók az iPhone-ról, ha valaki még nem frissítette le az iOS-t. Egy biztonsági cégnek sikerült egy olyan újabb súlyos problémát, biztonsági rést találni az Apple iOS rendszerében, amin keresztül tetszőleges a készülékre letöltött alkalmazás képessé válhat a felhasználó minden műveletének lefigyelésére. A sebezhetőség kihasználásával a programok jelszavakat, PIN-kódokat és persze privát üzeneteket is könnyűszerrel leleshetnek, amiket aztán a készülék hálózati kapcsolatán keresztül bárhova elküldhetnek. A hiba különös súlyát az adja, hogy a kihasználásához gyakorlatilag semmilyen speciális privilégium vagy a készülék módosítására nincsen szükség. A felhasználó megfigyelése tehát a jailbreak-től mentes készülékeken is lehetséges, az erre alkalmas app pedig akár magától az Apple alkalmazás boltjából is származhat, ahol a média lejátszó vagy bármely más alkalmazásként álcázhatja magát. A sebezhetőség az iOS 7-es sorozatának legalább három utolsó verziójában megtalálható, de a korábbi 6-os iOS-ben is benne van. A javítás a problémára egyelőre nincsen, tehát ezek szerint a legújabb sem, de az Apple állítólag már dolgozik a problémán. A mostani rövid időn belül második alkalom, hogy egy súlyos hibára leállnak az Apple iOS platformjában, az almás vállalkozás ugyanis éppen a napokban adott ki javítást egy másik sebezhetőségre, ami a telefon által úgymond biztonságos kapcsolaton keresztül titkosítva elküldött adatok megfejtését, sőt akár manipulálását is lehetővé tette a támadók számára, ugye itt a hálózati protokollban volt valamiféle kis biztonságrés, akkor rosszul mondtam az elején, hiába frissítitek a legfrissebbre, ez a hiba még nincs eljavítva, tehát nagyon tessék vigyázni, hogy milyen appokat töltünk le, mondjuk akár az alkalmazás boltból is, bocsánat a többes számért, mert rám ez spec nem igaz, de az iOS-eseknek üzenem, illetve Apple felhasználóknak. Nem vagy Apple-os? Nem.
Úgyhogy ne haragudj, akkor elbarikádod, nem ezzel nem. Meg most ne haragudj, egy ilyen géppel akarod te elbarikádozni magad? Igen. Pont a konkurenciával, Marci. Na, ha már Samsung, beszéljünk egy kicsit a Samsungról. Hol a J-betűn, meg mindig nincs meg. Jé. Na, mit szólsz az S5-öshöz? Szerintem... Nézted, hogy mit tudom, meg mi van vele? Az Apple-ös analógiát folytatnám, akkor a Samsung Galaxy S4 volt a iPhone legyünk 4-es. Legyünk egy picit Apple-ösek, és mondjuk azt, hogy... És ez a 4-esnek is lehetne hívni ezt az 5-öst. Mert gyakorlatilag finomították, picit tettek bele ezt, azt nagyon sok az nem történt. Nem, 5-esnek hívhatjuk. Nyugodtan hívhatjuk 5-esnek. Mert ugyanúgy mi került bele pluszba az 5-öshöz képest? De nem volt 5-ös még, csak 4-es. Mi? Most jön az 5-ös. Miből? A Galaxy-ból. Igen. Hát akkor hogy lenne? Ja, értem, mindegy, de gyakorlatilag tudásban szinte ugyanaz, mint az 5-es, nem? Sőt, még az új lenyomat leolvasom. Jó, nem, de én azt akarom, ha a 4-es Galaxy-t nézzük és az 5-öst, az körülbelül annyi fejlődés van köztem, mint az iPhone 4. Ja, igen, értem, 4... most már értem, bocsánat, kicsit lassú a felfogásom. De 5-ből is már van S a iPhone-ból? Hát persze, hát az volt a legújabb. Nem csak 5-ös? Nem, hát az volt tavaly. Már 2-5-ös van? Igen. De te tavaly előtt, bocsánat, nem követem az adag, akkor valóban 5-ös-5-esnek is hívhatjuk ezt a 4-es és igen. 5-ös. Itt egy ilyen kis ráncfal van rá. Hú, benne pereljék egymást emiatt is. 5-es, meg 5-es. Nem, az S5, bocsánat. Tudsz le telefonálni? Úristen, az 5-ös szám nincs levédve véletlenül. Az 5-ös számot Steve Jobs találta ki. Jó, na a lényeg, hogy most viccet félretéve, azt kell mondjam, hogy félig meddig, hát jogosan röhögnek az Apple-ösök most megint egyet a markukban, nem? Bevenek a kis kávézójukba, aztán röhögnek, vagy mi? Igen, mert hát gyakorlatilag miért? Hát semmi extra nem történt, bár teszem hozzá, hogy nem mint hogy az iPhone-nál történt de volna tavaly valami. De minek kellett történnie? Nem tudom, Marci, én lehet, hogy én vagyok a telhetetlen, ezt tegnap beszéltem is a nézőkkel, de igazából... Te telhetetlen vagy, ezt tudjuk, igen, de nem került bele semmi újdonság, tényleg. Hát van benne most már új lenyomat. Mikor lesz benne kávéfőző, vagy valami? Új lenyomatolvasó is van benne, erősebb egy picit, de... Ennyi. De jó. Gyakorlatilag ráncfelvarrás történt. Jó, csak mondjuk, jó, de azért én azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik mondjuk Galaxy S4-et használnak, azok már nem ülnek, úristen ötös, és már szerintem már az Apple-ösök sem egyébként. Én azt veszem észre, tehát elmúlt az okostelefon boom. Tehát, hogy most már úgy vagyunk, megnézzük, már olyan nagyon nagy körítésre csinálnak neki, nem? Tehát kiszivárgott fotók, találó, mekkora csinnadratta ugye a bemutatón, most semmi. Hello, tessék, itt az új teló. Körülbelül erről szólt, én megnéztem a prezentációt, amit csináltak ezzel kapcsolatban, és az az igazság egyébként, hogy az magáról a Galaxy 5-esről, hát nem tudom, beszéltek róla persze, de én nagyobb felhajtást láttam a karperec, ami szintén kijött ilyen... Okos óra? Okos karperecnek nevezném, inkább bár óra is van benne, de ugye ilyen pulzusmérőtől kezdve minden pluszban van rajta. Az van az. Ami ilyen fitness, okos fitness eszköz gyakorlatilag. Szerintem az viszont jó ötlet, pont arról beszélgettem a nézőkkel tegnap, hogy például ha már ilyenbe tennének mondjuk vércukorszintmérőt, meg ilyesmit, hogy akkor az már egy olyan szint, hogy... Ilyen kontaktláncsa van már, ami méri ezt valahogy az könnyekből. Igen, olyan is van, egyébként ez Google-ös fejlesztés. Persze. De gyakorlatilag, igen, na, ezek már a hasznosabb kategória, én azt gondolom. Tehát lehetséges egyébként, hogy egy olyan utópia felé haladunk, hogy most már nem is az okostelefonok lesznek itt a nagy számok, hanem a pont az ilyen kis kiegészítők, amik akár okostelefonnal vezérelhető, meg ott az a központi egység gyakorlatilag, de minden más egyéb kiegészítő ehhez kapcsolódik hozzá, és a kiegészítőket fogják mostanában már inkább fejleszteni. Hát meg ne felejtsd, hogy az igen, okosóra, Google Glass, stb. Ezek még nem terjedtek el a piacon. Beszélgetünk róla a fejlesztésről már régóta, igen. De még nem terjedt, nem uralják a piacot. Igen, mert nincs kitalálva. Tehát a koncepció hiányzik az egészből, én azt látom. Tehát, hogy még mindig nem találják a helyét ezeknek. Tehát azon kívül, hogy jó kis kiegészítő, meg lehet, hogy dizájnos és jól néz ki, funkcióiban még mindig nem tudja azt, amiért az ember azt mondja, hogy na, nekem egy ilyen kell. Tehát ha csak nem valaki divatból vásárol, ugye, mint sokan, hogy igen, ez jól néz ki, akkor veszünk egy ilyet. Tök mindegy, mennyibe kerül, van, aki ez alapján dönt. Én mondjuk inkább az vagyok, aki az alapján választ mondjuk egy eszközt, hogy mire fogom tudni használni. Tehát, én a színe alapján választom. Te a színe alapján? Igen, én kék telefon. Akkor rózsaszínt kell venni, Marci. Ugye, de hogy is viccelünk, persze.
Sony Z2. Igen, Sony Z2, hát a Sony Z1-es tulajdonosnak most főhet a feje, főleg mostanság vásároltak ilyen készüléket, az nem volt valami túl esetesen jó döntés. De... Szegényleg Krisztiánnak láttad volna a fejét. Igen, azért mondtam, majd visszanézem az ismétlésből, ez nincs benne. Na, a Z1 utódja 4K videó felvételi lehetőséggel, megnyomott kijelzővel és néhány új a kamerát érintő funkcióval érkezhet már márciusban. Ahogyan arra számítani lehetett, a Sony az MVC mutatta be új zászlós hajóját, az Enterprise, nem, a Z2-est, amely nem meglepő módon kapta ezt a nevet. Nehéz dolguk volt, mert a hardveres fejlődés nem tette lehetővé, hogy mondjuk duplázódjon a teljesítmény, a kijelző felbontása vagy a méret. Majdnem abból kellett főzniük, amivel egy fél évvel ezelőtt. Ennek ellenére nagyon sok ponton sikerült újat mutatniuk. Sony elsősorban azt emelte ki, hogy bár a kijelző mérete 5,2 hüvelykesre duzzadt, felbontása 1080x1920 pixel maradt, a készülékház nem növekedett. Épp ellenkezőleg, vékonyabb és könnyebb lett az újdonság, pedig még a vízzel szemben ellenállóságot is megtartották a mérnökök. Na ez milyen helyes kifejezés? Mert ugye szeretik használni azt a kifejezést, hogy vízálló. Meg dobtad lehet búvárkodni vele. Ne tedd, nem szabad. Csak a csepp, nem csak cseppálló, tehát esőálló, azt így hívják. Tehát fűtőkádban nem tudod bedobni. Hát betudod, azért kibírja, csak ne ott tartsd egész éjszaka azért. De a hány méter, 100 méterig vízálló? Arra vagy arra? Bedugom a fürdőkádba tölteni a telefon. Egyébként figyeled, víznyomás, töltési lehetőség, egy újabb alternatíva, ugye? Ezt a Vendi feltalálja, de hideg fúzió is. Szabad a kátor az elezet, de büszke lenne rád a Csillagkapu központból. Tudja. Na, szóval nagyon lényeges változás, hogy bár a Sony nem emeli, ja igen, nem emeli ki egyértelműen a specifikáció kapcsán, de az Z2-ben IPS kijelző van, ami láthatóan jobb képet biztosít, mint elődje. Szegény Krisztián olyan szomorú lehet, hogy most vett véreg drágán egy telefont, és máig van a jobb. Úgyhogy a kamera nem sokat változott, ha pusztán a számokat nézzük, de számos effekt került bele a rendszerbe, a 4K felbontású videórögzítés pedig várható volt, hiszen a Sony élharcosa ennek a technológiának. Fontos apróság, hogy 3 GB-ra hízott a RAM mérete, a processzor órajele pedig 2,3 GHz-re emelkedett. Uh-huh. A Qualcomm MSM8974AB chipset mellett még egy Adreno 330-as GPU-t is találunk. Az akkumulátor kapacitásával is némiképp figyelzetten megnövelték. Ezúttal egy 3200 mAh teljesítményű telep lapul a készülékben. Az Xperia Z2 márciusban piacra kerülhet, fekete-fehér és lila színben lesz elérhető. Hazai árakról egyelőre nem sokat tudni, de az biztos, hogy a benzinkutokon fogják repicuszként utánunk vágni. 600 eurós áron nyithat, ám ebben benne van egy digitális zajszűrést használó headset is, ami önmagában is 40 eurót kóstál. Úgyhogy benzinkúton vásároltad a készülékedet? Persze. Tele is tankolta. Na, hát gyakorlatilag egyébként azt kell mondjam, hogy akkor, ha most az előbb lehúrogtuk, csak ugye az volt a véleményük a Samsunggal kapcsolatban, igen, tehát rosszul használtam a szót, tehát hogy a Samsunggal kapcsolatban egy ráncfelvarrás történt, akkor gyakorlatilag itt is. Tehát szerintem leteszed egymás mellé a két telefont, meg se ismered, hogy melyik. Tehát olyan szintű különbség van, tehát semmi szinte. Igen. Azon kívül, hogy egy nagyon picit erősebb lett a hardware. Meg valószínűleg az, hogy 4K-s videót tud, de ugyanakkor a kamera van benne, mint a másikban, akkor elvileg a régi is tudná, csak szoftver kérdése. Jó. Aztán tipikus példája annak a történetnek, hogy... Hogyan lehet átvenni kamu videót? Hogyan lehet átvenni kamu híreket, a HVG. Nyúlt most bele, úgyhogy olyan cikket vett át, hogy teljesen kiborult Bill Gates, mert nem is kell telepíteni a Windows 8-at, és hogy Bill Gates ugye a Microsoft-tel dolgozik, de első napja nem indult zöggenőmentesen, a koncern. Miért neki kell telepíteni a saját gépét? Hiába próbálta egész nap telepíteni a Windows 8.1-et, az sehogy sem sikerült neki. Nem tudom képzelni, hogy megérkezik Bill Gates a Microsoft központja, kis dobozával, kiteszi a gyerekei képét, a virágot, a virágot, kávésbögre. Igen, és ne kell telepíteni, megkapja a céges laptopot, és ne kell saját maga telepíteni, mert nincs IT is, aki esetleg feltelepíti neki, tényleg, olyan életszerű a történet. Az ágyin úgy folytatott, hogy Gates hiába hitt a segítségül még a vállalat új vezetőigazgatóját, Satya Nadellát, és a két ismerős. Együtt sem boldogult az új rendszer telepítésével. Úgyhogy, mindenki gépet telepít, engem hív, nos, engem segítségül, hát köszi. Te vagy a Microsoft vezetőigazgatója? Még nem. Még nem. Na, szóval a lényeg az, hogy a vál hír, de a HVG ezt átvette. Hát... Akár igaz is lehetne egyébként.
Na, van egy kérdésünk. Nem tudod rákat itt, hogy a tovább-tovább befejezésre, igen? Igen, van kérdésünk, nyugodtan tessék nekünk kérdéseket írni továbbiakban is. Pali kérdezi tőlünk, szia Wendy, hogyan oldható meg, hogy hogyan oldható meg az valamilyen programmal, hogy bárhonnan be tudjam kapcsolni az otthoni számítógépem interneten keresztül, ez a LAN-os felébresztés történet. Hát erről már beszéltünk korábban, hogy ilyen nem nagyon van. Ugyanis a program, mint úgy, az ugye arra van kitalálva, hogy ahhoz kell egy operációs rendszer, ami futtatja ezt a programot. Na most, mikor gyakorlatilag ki van kapcsolva a számítógép, akkor nem fut a program. Ugye? Tehát ezt vagy úgy lehet megoldani, hogy alvó módban van a géped, és valamilyen szinten fut a program, tehát fut az oprendszer, és figyel, arra lehet, hogy vannak megoldások. Más megoldására nincs igazából. Ugye régen volt ez a vékon LAN, meg vékon modem funkció. A vékon modem az egy fokkal jobb megoldás, bár ugye a mai gépekben nincs modem. Hogy megcsörgeted a telefont, és hogyha... Van még a tiedben? Igen, itt van. Nem, az hálókártya, nem? Igen. Szerintem biztos, hát mai gépek nem tesznek modemet. Na, tehát, hogy megcsörgeted a telót, tehát a vezetékes telefonodat, és az bekapcsolja a számítógépedet a csörgés miatt. Ilyet be lehetett állítani. Most is van ilyen, fölhívod, és konzolra fölveszi, és bekapcsolja azt a telefont. Igen, ez is egy megoldás. Igen, bekapcsol. Na, tehát, hogy nem nagyon van ilyen már. Alvó módban lehet, hogy van ilyen funkció. Ugyanis alszik a gép, bár akkor egyébként nem működnek a hálózati kapcsolatok sem, mert pont arról szól a dolog, hogy minden alszik. Tehát egy gombnyomásra bekapcsoljon a gép. A villamos se csenget már, mindenki igen. Alszik. Aludjál te is kis valamit. Úgyhogy szerintem nincs ilyen, de bárki tud valami ilyen programról, akkor várjuk az IPTV-n, nem, az interneten, tehát a Facebook oldalunkon a hozzászólásokat. Az IPTV. Nem, ma ilyen teljesen máshol járnak a gondolatom, ezt nézzétek el nekem. Mert nagyon tavasz van, ahogy érzed, mi megvadultál itt teljesen. Igen, én már napszemüvegbe öltöztem, hogy... Napszemüvegbe öltöztél? Igen. Farsangra, ugye? Ja. Na, igen. Aztán... Érdekes kérdés Tamástól, amire nem fogunk tudni válaszolni, de azért fölteszem a kérdést. Lehet válaszolni esetlegesen ugye a Facebookon Tamásnak se, de kinél éri meg 8 gigás Intel 5-ös processzorral szerelt gépet? És itt leírtad, hogy kinél, hogy szerinted kinél, vagy ismerős. Tehát, hogy nem egészen értem, hogy mi a kérdés. Szerintem jobban jársz, a számítógépet akarsz így módon venni, hogyha megnézed, hogy hol mennyibe, mi mennyibe kerül, akár más külön boltokba is bevásárolhatod egyenként az alkatrészeket, ha mondjuk ennyire az árat figyeled, és összerakod magadnak. Ennyi. Lényeg, egyre figyelj, processzorhoz megfelelő alaplap kell, ugye a mai processzoroknál már szériánként, sőt nem hogy szériánként, generációnként is változik a tokozása a processzornak, ergo más alaplap kell hozzá, tehát más alaplap kell egy második, meg egy harmadik, meg egy negyedik generációs i5-ös processzorhoz. Tehát nem mindegy, milyen procit veszel, és milyen alaplapot hozzá. Tehát ezt mindenképpen figyeljük, ugyanis hát ez sajnos ez kicsit olyan gonosz dolog a gyártóktól, de valahol érthető. Tehát, hogyha a számítógépben mondjuk egy újabb processzort akarsz venni, egy újabb generációsat csak, tehát mondjuk van egy i5-ösöd, de akarsz egy újabb generációs i5-öset, valószínűleg alaplapot is kell hozzá cserélni. Tehát, hogy nem elég csak procit venni. Hm. Ugye? Igen. Úgyhogy erre figyeljünk mindenképpen oda. Van aztán, telefonálunk? Azt adott, Krisztián. Oké, akkor a telefonával folytatjuk, aztán van itt még kérdés. Halló, halló, szia! Halló, szia! Halló, halló, Wendy! Szia, parancsolj! Hát én egy idősebb úriember vagyok, a tisztelettel kérem a segítségét. Na. Az a helyzet, hogy van nekem egy Kodak lejátszom, CD lejátszom, amire nagyon-nagyon régen a családnál készült fényképeket rárakták a CD-re. Uh-huh. És hát közben ez a lejátszom az meg rommott, uh-huh. És én számítógépen szeretném lejátszani ezt a Kodak CD-lemet, uh-huh. De egyszerűen nem vagyok rá képes, hogy valami segítség kellene, hogy nem tudom én milyen drivert vagy valami. Hát, tenni, vagy de ez egy egyszerű CD lemez, vagy DVD lemez? Vagy... Ez egy CD lemez, abban az időben 7-8 évvel ezelőtt készült, és akkor, uh-huh. akkor a géppel együtt rátették, diáról másoltak rá. Értem. Gondolom én, hogy akkor ez valamilyen képformátumban rá van téve a lemezre, tehát egyszerűen igazából annyi a helyzet, hogy be kell tenni a CD meghajtóba a lemezt, és simán egyszerűen ugye meg kell keresni a számítógép menüpont alatt, ott lesz a CD-ROM, rá kell menni, és akkor elvileg ott vannak rajta a fényképek, ha így lett megcsinálva. De az a baj, hogy ezt megcsináltam én, uh-huh. de nem adja ki
ki a képet magát, hanem csak egy ilyen saktáblaszerű részt ad ki, ahol a keretek vannak rajta, tehát a fényképet nem ad. Igen. Hát de rá kell kattintani az adott képre, tehát ilyen úgynevezett thumbnail, tehát egy előnézeti képet ad a képről, vagy az ikonját mutatja, arra rá kell kattintani, és akkor meg lehet nézni nagyban, ha van egy képnéző szoftver ugye a gépen, általában ugye ha Windowsról beszélünk, akkor az alapképnézegető. XP-n van. Aha, hát abban is van, ugye az alap fényképnézegető, azt hiszem, hogy így is hívják, az megnyitja elvileg a képet. Tehát akkor erre a keretekre kell rá kattintani, és akkor megpróbálni. Így van, igen. Szóval nem kell hozzá se driver, semmi. Nem kell hozzá semmi, hát ugye gyakorlatilag ezek képek, tehát a CD-romnak a CD-romot látja a gép és magát a lemezt is, akkor onnantól kezdve, ha azon tényleg rajta vannak az adatok normálisan, akkor elvileg a képnézegető szoftverre meg lehet nézni. Megpróbáltam én ezt egy DVD lejátszón is lejátszani, tehát egy rendes gyári... Azon is elvileg kéne működnie. DVD lejátszót és beletetem, és nem kírja, hogy nem tudja lejátszani. Hát attól függ, milyen ugye a mai DVD lejátszók, egyébként le tudják a képeket is játszani, tehát elvileg le kellene. Lehetséges egy olyasmi, hogyha ez nem, ha nem megy, hogy lehet, hogy sérült lett a lemez már. Tehát az lehet még a gond. Tehát és akkor, ha fizikai gond van vele, akkor lehet, hogy a számítógép se fogja tudni olvasni. Akkor viszont sajnos nincs mit tenni vele, mert nagyon a CD lemezeket nem lehet javítani, ugye? Karcos, előregszik, oxidálódik, nem, akkor... biztos, hogy nem. Nem sértett az biztos. Ha nem sérült, akkor meg elvileg nincs akadály annak, hogy számítógépen keresztül meg lehessen nézni. Jó, hát megpróbálom még ezt, jó. Ha nem, akkor majd megkereslek meg. Rendben, oké. Nagyon szépen köszönöm, Vendi. Köszi, hello, viszlát, viszont kívánom. Menjünk tovább. Szabolcs kérdeztek közben, hogy keresem a következő Win frissítéseket, talált 114-et, felraktam, majd újra jelezte, hogy 59 frissítés található, ez most hogy van? Hát ez úgy van, hogy vannak olyan frissítések, amik csak akkor lehet felrakni, hogyha már feltettél egy másikat, tehát előfeltétele egy bizonyos korábbi frissítést, amit addig nem jelezhet, hiszen nem tudsz rögtön a következő verzióra ugrani. Ez ennyire egyszerű. Illetve még az is lehet, hogy a 110, hogy valami kötelező frissítés, valami csak ajánlott, és ez nem is frissítés, igazán nem olyan bővítés, csak nincs, hogy lefolytva külön, bár én inkább az első válaszomra tippelnék, de mind a kettő lehetséges. Igen, tehát ugye többféle szempontból kategorizálja Windows a frissítéseket. Vannak a kritikus frissítések, tehát ami az operációs rendszer biztonsági foltjait, STB ezeket foltozza, azokat mindenképpen fel kell tenni. Mondjuk nem kell föltenni, de van 60 nyelvi fájl, nem kell föltenni, frissítéseket jelzi, nem kell föltenni a szlováktól a csehen át mindegyiket, hanem ugye nyilván, hogyha nem angolul akarod, akkor magyarul fogod használni. Aztán Feri kérdezi, fejhallgató esetében melyik a jobb, az USB-s vagy a 3,5-es jack csatlakozásos? Full HD TV-hez szeretném kötni, a TV-n mindkettő van. Szerintem a jackes már csak azért is, mert ugye tehát az ilyen audio eszközöknél azért az elterjedt, az USB-s az szerintem nem fog működni, mert ugye az USB az önmagában egy idézőjelben egy ilyen kis hangkártya is. Tehát ahhoz, hogy szóljon egy fülhallgató, ahhoz kell egy hangkártya is, amin kivezeti a hangot gyakorlatilag. Most általában ezek az USB-s fülhallgatók, ezek önmagukban egy ilyen hangkártya is, amit rádugsz egy számítógépre, amiben nincs hangkártya, akkor mégis tudod azért hallgatni. A TV nem fogja fölismerni szerintem, mert hogy nincs hozzá driver, és azért a TV-knél egyébként is furcsa ez az eszközkezelés, viszont biztos, hogy van a TV-n jack kimenet. Tehát innentől kezdve érdemesebb jackeset vásárolni, már csak azért is, mert azt utána mobiltól kezdve bármihez hozzá tudod kötni. Az USB-snél mondom, ott lehetnek gondok, úgyhogy én a jackeset javaslom, egészségedre, Krisztián. Én is csatlakozom Wendyhez. A jackeset javaslom. Így van, Jack Sparrow. Na, megyünk tovább. Kérem szépen. Balázs írja nekem, hogy ez a bizonyos Kodak, amit az előbb a telefonnál említett, a saját formátumot csinál, így driver kell hozzá, ami elvileg a lemezen rajta van. Aha! Ez lehetséges, hogy vannak, igen, tehát az a baj, így nagyon nehéz így segíteni valóban, hogy az ember nem tudja, hogy pontosan miről is beszélünk ilyen szinten. Elképzelhető, hogy kell hozzá a driver, akkor viszont üzenném a telefonálónknak, hogy a lemezen nem csak képek lesznek, hanem találni fog egy programot is valószínűleg, amit föl kell hozzá rakni ahhoz, hogy ezeket a képeket meg lehessen nézni. Ez lesz a
megoldás valószínűleg, hát nem véletlen az, hogy egyébként, itt írja is Balázs egyébként, hogy nekem is volt olyan, de mára meghalt már az az ötlet, akkoriban Észak-Amerikában csak ilyen formátumban adtak ki CD-n fényképeket. Oké, okay. Tehát kell hozzá akkor egy saját képnézegető, úgy mondjam, az pedig valószínűleg a lemezen rajta van, ha nem, akkor meg körbe kell nézni az interneten, hogy ehhez a bizonyos típusú CD-lemezhez, vagy fényképlemezhez, akkor milyen driver kell egész pontosan, mert akkor tényleg elképzelhet, hogy kell valamiféle program vagy driver a gépre ahhoz, hogy meg lehessen nézni a képeket. Igen, kis bulvár, képzeld el. Na. Hogy azt utálom, de mondjad. A nők oldalra döntik a fejüket. Jaj, tegnap, igen, tegnapi hír. Beszéltetek már róla, hogy összesen 79 millió képet megnézték selfie taggel az Instagramon, és gyakorlatilag az Instagramra feltöltött képek 5%-a ebbe a tartományba esik, és a kutatás eredményt egy honlapra feltöltötték, ahol el lehet veszni az adatokban, de rá lehet keresni egészen egyszerűen, egész konkrét dolgokra is, mint tudom én, a bangkoki férfi, akik szemüvegben és csukott szájjal mosolyogva fényképezkedte, vagy az összes berlini nőre, aki jobbra dönti a fejét, és rossz alló a kifejezése, úgyhogy gyakorlatilag mindig megvan. Néhány fő megállapítást tettek, hogy a nők jobban szeretnek selfit feltölteni, ezt mondjuk tudtuk. Mostában például a selfie 80%-át nők töltik föl. Érdekes az abban, hogy nagyjából 40 éves korban ez a trend megfordul, és a férfiak átveszik a vezetést. A nők szeretik valamelyik irányba megdönteni a fejüket, 150%-kal gyakrabban teszik ezt, mint a férfiak. São Paulo-ban például a nők... Bocsánat, csak illusztrálom, amit beszél. Jobbra kell döntenem a fejem, nem? A kezedbe, és akkor ja, várjál nekem balra, mert én nem mű vagyok. Át a kutya, de nem az. A nők átlagosan 16,9%-kal döntik meg a fejüket még. Ez is megvan, New Yorkban pedig 11%-os a fejdődülés szöge. A legmosolygós képeket egyébként bankokban töltötték föl. Úgyhogy ilyen fontos kutatás, ilyen fontos kutatásokkal töltik az időt egyes tudósok. Én is szeretnék kutatni, valaki finanszírozza már. Ilyeneket simán írok én is. Kimegyek az utcára, megkérdezem az embereket, hogy ők merre döntik a fejüket, miközben selfie-t csinálnak. El tudom képzelni a Rozika részt, megkérdezem itt a nyugati téren, hogy mit fog erre mondani. Igen, tehát hogy rendkívül érdekes hírről beszélünk. Aztán. Marci, merre szoktad fordítani a fejedet, ha selfie-zál? Én nem csak selfie-t. Nem a francokat, nem. Sosem csináltam. Pózolsz a tükör előtt, én már láttam. Sosem volt olyan képem. Na jó. Csaba van itt velünk. A generációja, mert ő még az izéri, ő még ilyen jolós képeket is csinál magáról. Miért? Jóló. Jóló? Igen. Az melyik? Ja, nem mondd ki, hanem olyan. You only live once. Ja, értem. Ez egy kifejezés. Hát igen. Na, Csaba van itt velünk, egy régi ismerős egyébként. Üdvözlet, Csaba. Üdv a csapatnak. Hogyan lehet megosztani Thunderbird levelezőt, hogy a központi gépen gyűjtse a leveleket, a bejövőt és a kimenőt is egyaránt, és a hálózatban lévő gépek meg tudjanak küldeni és megnézni a bejövő leveleket. Küldött levelek is a központi gépen legyenek, vagy legalábbis ott legyenek tárolva, választ előre és köszi. Hát Csaba, én ezt nem értem egész pontosan. Ugye a Thunderbird levelező az egy ugye ilyen IMAP vagy POP3 alapú. Ez a relay-es levelezés, amire gondolsz, és azt nem a kliens bedől el, igen, hanem az a szerverem. Tehát, hogy gyakorlatilag én ugye alapból azt szoktam javasolni már szinte mindenkinek, kivéve ha irodai környezetben erre rá köteleznek téged, hogy használj valami speciális levelező rendszert, igen, például egy Outlookot, hogy szerintem egy webmailen jobban jár az ember, mert az alapból központilag van tárolva. Tehát, hogy böngésző szinte mindenhol van, internet ha van, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag bárhonnan eléred a leveleidet, tehát nem kell letölteni. És onnantól kezdve a szerver tényleg tárolja. Tehát én azt javaslom, hogy inkább valamilyen ilyen webmail megoldásban gondolkodj, tehát szerintem ne a Thunderbird-ön keresztül, mert itt egyébként, tehát amit írsz, az igazából nem lehet megcsinálni. De mit csináltok ti itt? Most komolyan mondom, beszélek és zavartok, ne ugrálj már Kriszt, ülj le szépen a fenekedre, nyomkodj inkább a telefonod. Na, tehát... Én köszönöm szépen. Jó, tehát hogy az a lényeg, hogy ne a Thunderbird, nem lehet ilyet csinálni, hogy levelezőből megosztjuk a leveleket. A szerveren kell gyakorlatilag. Én azt tudnám most, hogy így a kérdés, amit a vendis volt meg a relay-es, az igaz, de mert azt tud esetleg csinálni,
hogy azt állítod be a POP 3-nál, több, minden fiókon beállítod ugyanazt a levezőrendszert, és azt is beállítod, hogy hagyjon egy másolatot a szerveren, és akkor mindegyikhez megérkezik. Ez ilyen workaround-on lesz, a végeredményt éri el, de nem pontosan. Kicsit káosz lesz szerintem rajta. Ez három nap után sikítani fogtok. Megmondom miért, és akkor itt a lényege a dolgoknak, mert például a bejövő leveleknél még nincs gond, mert azt ugye a szerveren tárolja, ha ugye be van állítva, hogy hagyjon ott másolatot. Igen. Az elküldött leveleknél lesz gond, ugyanis az elküldött leveleknél általában a szerverre nem kerülnek fel az elküldött levelek, hanem az a lokálisan ott marad a böngészőben. Mondjuk az Outlook erre pont rossz például, az Outlook az felszinkronizálja a leveleket a kimenő levél szervertre gyakorlatilag. Thunderbirdben nem mindig van ez így. Ott is be lehet állítani, de tehát ha küldesz egy levelet az egyik gépről, meg küldesz a másikról is, akkor a másik gépen nem fogod tudni megnézni, hogy mit küldtél el, mert az a másik gépen van tárolva. Tehát, hogy lehetnek ilyen gondok, én azért gondolom, hogy inkább webmailből kellene az egészet csinálni, központilag belépni a szerverre. Nem tudom, hogy milyen levelező, vagy milyen e-mail cím, milyen szolgáltatás tartozik ez a dologhoz, de hát most már majdnem mindenkinek van webmailje, és onnan kéne levelezni. Vagy ha okostelefonod van ilyesmi, akkor mondjuk Gmail, én azt javaslom, mert ott egyéb plusz szolgáltatások is társulnak hozzá, nem csak egy levelező. Mi történik? Semmit, pont ráhatodom értelen a Google Drive, Google tárhelynek, hogy milyen leosztásban van a, uh-huh. ugye a teljes ingyenes 10 gigás tárhelyem, hogy már felénél tart, 49%-át használom, uh-huh. és nézem, hogy van Google Plus fotók, majdnem 3 giga fönn, majd ezt azért lenyomozom, hogy azok mik. Gondolom a telefon nyomta fel őket élesbe a pluszra. Az lehet, és valószínűleg 2 megapixelni nagyobb, mert ugye ha nem lenne nagyobb, akkor nem számolná azokból bármennyit feltölthetsz. Igen, úgyhogy, és már 4 gigány e-mail van a Gmail-emben, amit használok immáron szerintem 7 vagy 8 éve. Uh-huh. Egyébként nagyjából én is valahogy így állok, ha jól emlékszem, nekem is ez a 7 giga rémlik, de majd mindjárt megnézem, hogy pontosan hogy van, de nálam is nagyjából egyébként 7 giga, amit eddig foglalok a 15-ből, bár mondjuk nekem van pluszba, tehát én vásároltam még annak ide hozzá plusz, tehát nekem azt hiszem, hogy most ilyen 50 giga körül van már mindenestül a tárhelyem. Előbb még 7 volt, mi történt a mondat végére? Nem úgy értem, hanem 50-et használtok fel, ja. Nem 15-öt. Akkor megérte venni. Igen. Jenő van itt, hát most azt a nem tudom, hány dollár? 5 dollár? Nem, 5 dollár, valami ilyesmi évente. Én még abban a kategóriában vásároltam, amikor még ennyibe került. Na, Jenő írja nekünk, sziasztok! Nem teljesen igaz, amit mondasz, Vendi, már többször gondoltam, hogy reagál, most megteszem. Azért nem annyira kötött az alaplap tokozása, és belerakható egy proci, például egy S1155-ös alaplapba berakható bármilyen generációs proci, ami szintén S1155-ös, legyen az i3, i5, i7 is akár. Igen. Vagy nem tudom, mi volt, akkor félreérthető. Tehát ugyanarról beszélünk, csak másik megközelítés, Jenő. Tehát én azt mondtam, hogy a tokozásra kell figyelni. Ha ugyanolyan tokozás, akkor persze belerakható. Csak ugye általában más a tokozás. Tehát ha megnézed, hogy mondjuk egy negyedik generációs i5-ösnek milyen tokozás van, az, ha jól emlékszem, nem ugyanaz, mint a harmadik generációsé. Viszont a negyedik generációs i5-ös tokozása talán, mintha ugyanaz lenne, mint az i7-esé, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, tehát lehet, hogy abban rakhatsz, akkor i7-es procit viszont. Tehát azért mondom, hogy generációnként eltérhet. Most nem tudom, melyik generációnál melyik tokozást használják, de egyébként figyelni kell, mert átverős kicsit. Tehát van 1155, meg van 1150 például. Tehát, hogy majdnem ugyanaz, de mégsem. És a kettő azért még nem kompatibilis egymással. Hát jó venni. Ennyi. Ennyi kell selfie. Igen. Na, aztán mi van még itt nekünk? DVD lejátszóval egy adott régi SVCD formátumban lévő képeket meg lehet nézni, de gépen nem. Az lenne a kérdés, hogy hogyan tudnám leszedni a lemezről a képeket és más formátumba írni őket. Ma mindenki képeket szeretne nézni DVD lejátszóval? De egyébként az SVCD formátum az videó, tehát videóról beszélünk. Az ugyanúgy elő fog jönni, csak nem JPEG-ként látod őket, hanem videó slideshow-ként, vagy nem tudom, VOB. Azt hiszem az SVCD is VOB volt. És akkor lehet printscreen-elni, lehet egyenként printscreen-elni. Igen, tehát azt akkor be kell importálni valamilyen videóvágó szoftverbe, és akkor ott egyenként ki kell vagdosni belőle a képeket. Ezt tudod csinálni, ha videó formátumban van. De egyébként meg a DVD lejátszó lejátsza a CD, tehát a régi VCD meg SVCD formátumú videókat. Tehát nem tudom, milyen DVD lejátszóról beszélünk, akkor ami nem hajlandó lejátszani a régebbi dolgokat.
Tehát, hogy akkor javaslom, hogy menjünk be egy ilyen gazdaságos áruházba, és vegyünk 3999 forint egy DVD lejátszót, saját márkásat, és az le tudja játszani még a pendrive-ról rácsatlakoztatott MKV filmeket is. 3999-ért, ugye? Miközben vannak egyébként 60.000 forintos DVD lejátszók, amik semmi más nem hajlandóak lejátszani, csak DVD-t. Tehát, hogy azért itt jön ki az, hogy most márka vagy nem márka, ugye? Ilyen paraszvakítós házi, több százezer forintos házi mozikba jelentően az, hogy odaadják hozzá azt a lejátszót, ami csak, hát persze, ez azt feltételezi, hogy úgy nézel filmet, hogy kimész az áruházba, és csak azt az egy Blu-ray-es izét megveszed, és akkor minden is alkalmunk, hogy te filmet akarsz nézni, akkor először veszel 20.000 vagy 10.000 egy műsoros izét. Ezeket feltételezi. Hát, valahol ez jogos, ez a feltételezés, csak hát ugye tudjuk, hogy nem így működik a világ. Hát nem, mert bármit kölcsön kaphatsz, ami esetleg attól még nem jogsértés, hogy kölcsönadja valaki az ő filmét, mert esetleg régebbi formátum, vagy bármi. Vagy mínuszos, vagy pluszos, vagy mit tudott te. Ja, igen. De amit mondtál, ez elgondolkodtató, mert most ezt én nem tudom jogilag feltétlenül, hogy hogy van, de egyébként lehet, hogy de. Mi? Tehát, hogy az, hogy te kölcsönadod valakinek, azt lehet, hogy nem lehet csak, jogilag lehet, hogy nem lehet csak ilyen egyszerűen. Ugye, mint egy Windows telepítőt se adhatsz kölcsön valakinek. Jó, de most átérdek hozzá, de fiatal, és megnézhetjük együtt, amit én megvettem. Elvileg igen. Gyakorlatilag meg ugye... Most, hogy te ki fog otthon bekapottatni? Nem, én csak mondom, igen, persze, ezért mondom, csak hogyha már így beszélünk jogi dolgokra, hogy mit lehet meg, mit nem, akkor azért kezeljük ez helyesen. Nem jog, tudom. Ez igazság. Igen, a kettő között van különbség, valóban így van. Javaslom a Jogász című műsorunkat ezzel kapcsolatban, ahol pont erről volt szó egyébként, a megfelelő jogkövetésről. Majd betelefonálok oda. Betelefonálsz, bár nem, még nem élő, de hamarosan az lesz, viszont e-mailt lehet írni. Ha valakinek vannak ilyen jellegű kérdései, jogi kérdése, akkor a jogaszkukac.fixhd.tv címre várjuk az e-maileket, jó? Most promóztunk itt egy másik műsort. Hoppa, is. Hoppa, mekkora a promo elrejtés, látjátok, úgyhogy... Jó, hát ez más Andrics is promózom, olyan, az a most, hogy nézem a oldalunkat, annyira gyönyörű szép ez a kép, ami a FixHD oldalán van, Andrics Lohetetején tényleg, a két párnában, amit őrült, el van szabadulva, de hát olyan, Andrics Gombard. Jó. Mi az, hogy néztem a pornóárakat? Mi? Az egy webshop, illetve hát egy ja. Ilyen számtechbolt szerintem. Akkor csak hagyjuk is. Tamás, igen, próbáljuk meg egész mondatokban fogalmazni, nem értjük, hogy mit akarsz igazából. Tehát, hogy szívesen válaszolunk, csak akkor fogalmazzuk meg a kérdést. Hogy értsük azt, hogy miről is írtok, miről is kérdeztek Skype-ot. Néztem, de nincs egyelőre kérdés a Skype-on, úgyhogy én leleplezünk valamit, mit szólsz hozzá. Vannak kémfotók a Google okos órájának prototípusáról, úgyhogy erről fogunk nektek egy picit beszélni. Honnan az NSA-től? Nem, a PC fórumról. Kedden az Android Police lehozott pár fotót az oldalán, amikről azt állítja, hogy azok a Google berkein belül fejlesztett okos óra egy korai prototípusának képei. A képek a site szerint a kütyű tavalyi állapotát ábrázolják, és valószínű, hogy jelentősen eltérnek majd attól a formától, amiben a szerkezet idén ígért piacra dobásakor fog érkezni. A fotókról sajnos viszonylag kevés derül ki az eszköz sajátosságait illetően. Nagyjából azt lehet látni, hogy egy monokróm, vagy legfeljebb pár színű megjelenítésre alkalmas, és véletlenül érintésérzékeny kijelzővel fog rendelkezni, amik mellett néhány gomb is található lesz majd a szerkezet házán. Töltésre a szígyban elhelyezett USB csatlakozó révén van lehetőség. Itt láthatunk róla képet. Motorola, mert hát ugye saját fejlesztés. Szerintem kamu egyébként. De ne legyen így, vagy nem tudom. A beépített kamera, mert hogy az is van ugye benne, a képeken nem látszik, egy mikrofon nyílásnak tűnő lyuk viszont igen, ez utóbbi azt valószínűsíti, hogy az eszköz, akárcsak a Google Glass hangon keresztül is vezérelhető lesz majd az érintő képernyős bevitel mellett. Utóbbi egyébként egy megjelenésében az Androidra hajazó rendszer egy képernyője is látszik, aminek részleteiről azonban semmit nem lehet tudni, ugye ezt az előbb a jobb oldalon láthattátok egy ilyen Android-szerű menü. Itt látható a C-ban az USB. Azt azért úgy mutassuk, ezzel lehet majd tölteni. Szerintem ez jó. Nagyon furcsa már csak azért is, mert hogyha ilyen szíjon van rajta, így, és nem egy kábel vagy valami ilyen megoldással, akkor így rádugod mondjuk így a laptopra, vagy mondjuk a laptopon még pont, hogy oké,
És akkor így a saját súlyánál fogva nem fog kitépődni az USB ajzatból? Vagy valami, vagy mindenképpen kimondtad, asztalon kell lenni ahhoz, hogy töltsük? Ezek ilyen nagyon furcsa dolgok. A szerkezet a Motorola brandinget viseli magán, ami érthető, hiszen a Google által előbbitől korábban felvásárolt részlegben fejlesztik. Ez ugyanakkor biztos, hogy változni fog a végleges kiadásban, hiszen a cég azóta már túladott a részlegen, vagy legalábbis egy részén, így vélhetően már teljesen saját márkás néven fogja majd a kütyüt kiadni. Azt, hogy pontosan mikor, azt persze nem lehet tudni, ami már biztosnak tekinthető, hogy az idén. A Google képviselője ugyanis a napokban hivatalosan is megerősítette, hogy a cég okos óráját még 2014 vége előtt be fogják mutatni. De jó, Mandy, te vagy az izé, és ez nem vicc, a 100. látogató, nyertél mindent! Hú, de az idege kattintanom, gratulálunk! Kattintsunk! Dehogy kattintunk, ugye most csak én viccelni próbálok, tehát ha ilyet láttok, soha ne kattintsatok. Ami villog és hogy kattints ide, mert nyertél valamit, az általában nem igaz. Be is záródott magát, hozzá se jutott, és bezáródott az ablak szerinted. Jó. Meghallotta éppen az oldalt frissítik, és a fixet nézik a háttérbe, és meghallotta, és gyorsan kiszedte a source-ból. Biztos, no. Hogy erre van, erről történik. Van egy telefon, ami biztos tetszeni fog neked, Marci, hiszen lehallgathatatlan, szép magyar szó, és szuper biztonságos. Na végre. Új okos telefon. Mindennek ilyennek kéne lennie, én azt gondolom. Figyelj, Marci, mert a következő kérdések hozzád irányulnak. Lehallgatja a kormány? Figyeli a titkos szolgálat? Már egy baráti telefonálás közben sem meri elejteni az ellenzék szót, vagy nem mer SMS-ben értekezni egy titkos bevételi forrásról? Azt ne is. Titkos bevételi forrás az milyen már? Ó, hát az... Hát gondolom, a jelek szerint... gondolom a drogdílereket célozta meg ez a kérdés. Így van, például, vagy az adócsalókat, ugye. A jelek szerint a most bemutatott Blackphone, micsoda fantázia név, segít mindent titokban tartani. Szerintem megint kamu hírról van szó. Tehát, lejjebb hogy... megyünk, és két darab ilyen konzervdoboz és párkával összekötve. Igen, szóval szerintem kamu hír, de lehet, hogy nem, úgyhogy tessék fenntartással kezelni, jó? Tehát én már nagyon óvatosan olvasom fel az ilyen jellegű híreket. Az elmúlt hónapokban hatalmas nemzetközi vihart kavartak a különböző lehallgatási botrányok, ugyebár így például többek között az az eset is, amikor az Egyesült Államok titkos szolgálata még a szövetséges német kancellár asszony is lehallgatta. A tűzhöz igen közel álló politikusok, a mindenre elszállt bűnözők, és de persze akár a teljes hétköznapi törvény tisztelő polgárok sem szeretik igazán, ha lehallgatják őket, a piacon tehát igen komoly igény mutatkozna az eddigieknél jelentősen nagyobb biztonságot nyújtó mobiltelefonok iránt, amiket az NSA fejleszt. Ezt így nem mondtam hozzá, de ezt csak mondtam, de nem így van. Tehát, hogy azért érezzük, persze, mert biztos engedélyeznek egy olyan eszközt, amit mert hogy az sajnos, vagy sajnos, nem sajnos, ezek a hatóságok adják ki az egyes engedélyekre, vagyis az egyes engedélyeket a különböző eszközöknek a mondjuk úgy tömeggyártásához. Tehát ugye kell, hogy legyen egy termékszám, úgy nálunk is van minden eszköznek egy, hogy hívják ezeket a számokat, ilyen... Mit? Minden eszközön, ahol van is vonalkód, vagy van egy száma. Igen, az a vonalkód száma. Igen, van ennek egy neve, nem tudom így hirtelen ennyiben milyen szám. Tehát addig nem került forgalomba egy ilyen eszköz. Régen ezt HIF-engedélynek hívták ugye itt Magyarországon az összes ilyen telekommunikációs eszköznél, ugye, ami rádiós, vagy kábeles, vagy valami, arra HIF-engedély kellett. Tehát a mobilokra is. Tehát amíg nem kapott HIF-engedélyt, nem hozhatták forgalomba. Na most biztos forgalomba engednek egy olyan telefont, amivel nem lehet lehallgatni. Mi, amikor most ez a módi, hogy mindenkit lehallgatunk. Tehát azért megint ezért mondom, hogy óvatosan, vannak itt azért ilyen kis problémák. Ennek fényében, tehát tulajdonképpen semmi meglepő nincs abban, hogy januárban előzetesen már belengetett Blackphone-t most a Mobile World Congress kapcsán hivatalosan is bejelentették. Ez olyan mobil, amely a fejlesztők ígérete szerint maximálisan védi a személyiségi jogainkat, és garantálja, hogy illetéktelen módon senki se tudjon utána kémkedni. Tehát magyarul egy tégla telefonról beszélünk, aminek semmilyen rádiós csatlakozása nem lesz, ugye? Mert hogy a kémkedés ez nem magán a telefonon zajlik feltétlenül, ugye? Tehát a lehallgatás sem a saját telefonodban történik maga a lehallgatás, hanem azt lehet központilag is. Jó, tehát miért kéne az a telefon? A piaci igény megvan, mert én mindig hallom azért, hogy hívják, ott szuszok a barakabom, amikor beszélek telefonon például veled. És néha, hogy mondja, oh yeah. És hallom más, amikor legyom a rec, meg a play gombot egyszer, hogy fölvegy, és csalja gyorsan a kazit a B oldalra. Ezt így mint hallani. Akkor azok a recsegések, értem már.
A Firefox szoftveres készülékeiről ismert spanyol Geekphone és a Silent Circle által fejlesztett újdonság révén titkosított telefonbeszélgetések folytathatóak le. Védett üzenetek és állományok küldhetők, ezen kívül pedig általunk felkeresett weboldalak is teljesen titokban tarthatók, inkognitó mód, ugye. A Blackphone a világ bármely GSM szolgáltatójának hálózatán használható, és minden tud, amit egy modern smartphone-nak tudnia kell. Az operációs rendszer feladatait a Private OS fogja ellátni, amely a népszerű Android szoftverre épül, de a maximális biztonság érdekében alaposan át van gyúrva. És nézzük magát a készüléket, mert mindjárt mutatunk is, hogy egyébként jól néz ki. Egy sima egyszerű androidos telefon, márkajelzés nélkül, tehát innentől látszik, hogy kamu a történet, mert semmi márkajelzés nincs a telefonon. Márpedig az ilyen újdonságokat ekkora betűkkel szokták reklámozni a cég, hogy ugye... Hát mert nehogy megtudja, hogy melyik cég. Ja, hogy nehogy lehallgassák, ezért logója sincs a cégnek. Ezt úgy tudod majd átlenni, hogy beteszed, hogy bedobod egy postalájába jelöletlenül a pénzt, és akkor egy sikrátul odaadják a telefont. Ja, értem. Akkor azért van az, hogy bizonyos szolgáltatóknál, nem tudom, a boltba átvenni a telefon, csak neten rendelhetem meg akkor. Persze, mert bele kell, hogy építsék a lehallgató készüléket, nem? Ezt nem is értettem tőled azóta sem. Hogy hát de tőlem, tehát nem értesz. Hát én sem értettem, hogy oda mentem a boltba. De miért mész be egy boltba? Hát alapból valamit. Mert arra jártam. Alapból venni akarok valamit, akkor aztán neten nézem meg, nem bemegyek. Meg akartam nyomkodni, meg akartam nézni, mit tud, hogy mi. És azt mondták, nincs ilyen telefonjuk. Csak a neten rendelhetek. Én úgy nem veszek telefont, hogy nem nyomkodtam előtte egy picikét. Tehát, hogy ugye, amit szoktam mondani. Na, én ezért mentem be a boltba. Arra jártam, gondoltam, bemegyek, megnézem, mit tud a teló. Mielőtt megveszem. Mert megveszem inneten, nem arról van szó, csak hogy nézem már meg. Nem tudják megmutatni. Hát most innentől kezdve meg olyan telefon nem veszek. 8 napig állhatsz a vásárlásról. Persze, én fogok rohangálni. Nem kell rohangálni, visszaküldheted. Jó, oké. Na, nézd, maradjunk a Blackphone-nál, hogy mit tud. 4,7 szolos képátmérője van, HD IPS kijelző van a telefonban, 4 magos 2 GHz-es processzor, 2 GB RAM, 16 GB flash memória, 8 megapixeles kamera, LTE képes, Wi-Fi, Bluetooth, GPS szokás szerint, és az ára nagyjából $629, és már elő lehet rendelni a készüléket, ami így néz ki, most akkor meg is mutatjuk. Hát nem tudom. Lyukacsos, tehát lehetne Samsung, ugye, mert azok lyukacsosak a hátulja. Az eleje pedig, tehát gyakorlatilag bármelyik mobil lehet, hiszen semmilyen márkajelzés nincs rajta. Tehát olyan titkos a projekt, és hol a hangszórója? Ja, ott van a teteje, jó van. Picibe látszik. Tehát, hogy furi mindenképpen. Köszönjük szépen. Ennyi a hír. Szerintem ez kamu hír, megint csak. Akkor jól beolvastuk. Hát figyelj, de itt a lehallgatás miatt ezen pörög a világ, komolyan, engem már annyira ideges, hogy minden második hír ezzel kapcsolatos. Jó, no, hát lassan végzünk, van még kérdés a Facebookon? Most néztem rá, nincsen. Nincsen, hát akkor, akkor nem kérde, vagy mi ez? Dehogy nem, valaki itt írja. Az nem kérdés, ja, hogy még mindig kijelentés, jó. Oké, Jenő még mindig a tokozással van elfoglalva. És Tamás még mindig most már linket küld, hogy milyen gépet szeretne megnézni. Google URL, jó. Tamás, e-mailbe küld el inkább, jó? Szerintem az a biztos, és akkor még megnézem. Én most itt nem akarok kattintgatni, mert így egy kicsikét nehézkes adás alatt ezt megtenni. No, akkor még egy hír így a végére. Mitől lesz jó a mobilozás, kérem szépen? A selfie vakutól. Hát, ugye? Hát van már ilyen történet. A Mobile World Congressen igyekeztek utána járni a cikk írói, hogy az okos telefonok mitől lesznek jobbak, mert azt az ígéretet tették az olvasók felé, hogy mobil gyűlöletet szabadjára engedő cikkükben, hogy ugye megnézik ezt. Ha hihetünk az ilyenkor önmagunkat is előszeretettel fényező marketing stratégiában gondolkozó és jó nagy nyereségben reménykedő cégeknek, akkor egyrészt vannak megoldások, másrészt nem is lesznek drágák, harmadrészt pedig magyar kutatók is segítenek nekünk ebben. Na kérem szépen!
Firefox OS operációs rendszerrel működő telefonon már van egy ilyen megoldás, ami már tud ilyen selfie vakut, tehát az előlapi kamerájában is, kamera mellett is van már vaku. Szembe tudod magad lőni fénnyel, hogy tudjál. Szánalmas. Szánalmas, tehát kimondottan selfizőknek ajánlják ezt a... Gratulálok, hölgyeim, lehet megvenni, és akkor Britney Spears. Igen, hát egyelőre fehér meg fekete kivitelben kapható, úgyhogy rózsaszínben még nincs, de szerintem hamarosan lesz, lehet vele selfizni. Én többet nem is mondanék róla. Az egyik magyar mobil telekommunikációs szolgáltató, hát a 30-as, hát ez nagyon propagálja ezt a történetet, tehát hogy ők mindenképpen ajánlják ezt azoknak, akik szeretnének saját selfie képeket csinálni, de egyébként nem csak erre jó azért, azt most itt persze elbagatelizáljuk és erre hegyezzük ki, de azért gondoljunk bele mondjuk egy Skype videóhíváshoz, vagy bármihez is, ha mondjuk sötétbe ülsz, megvilágítod a fejedet, sokkal jobban látszik. Tehát, hogy, hát akkor elég a hanghívás a sötét van. Na jó, de hogyha vagy mégis videóhívást akarsz, és olyanok a körülmények, ahol sötét van, akkor tudsz egy kis fényt adni, jobb lesz a minőség. Tehát ebből a szempontból is lehet jó, tehát nem csak a selfizéshez. Tehát itt már, ha ebből a szemszögből közelítjük, akkor ez nem olyan rossz. Fantasztikus hány kellett ehhez, hogy ezt kitalálják? Na, nem tudom, de még sincs benne, csak ebben az első telefonomban ilyen van. Egészségükre. Úgyhogy ahhoz képest, ez eddig senkinek nem jutott eszébe? Érdekes. Nem tudom. Nem, hát marad a tükörből való, akinek nincsen. Tehát beáll a tükör elé, azt megvilágítja vakuval, azt bevilágít. Fürdőszobában WC lehúzóval a háttérben, vagy legalább egy felmosóval. És minimum félmeztetős, csücsörítős szájjal tessék mindezt tenni. És bal jobbra döntött fejjel. Igen. Igen, ezek a végső üzeneteink az Extra Extra-ból. Utolsó egy percet annyira komolyan ne vegyétek. Úgyhogy ennyi volt már a történet. Velem legközelebben jövő héten találkozhattok, Vendivel pedig addig is minden nap. Így van, holnap restart újra 5-től. Szevasztok!